Hello mindenki, látsz vagyok, ez pedig itt az Assassin's Creed Rogue 11. része. Előző részben itt hagytuk abba, hogy kaptunk egy levelet, és most pedig valahova el kell hajózni, fogalmam sincs hova. Ó. Oh. Jó. But do you realize that it's been a whole year since we met? A whole year! Changed my life, you did. And for the better. You will forgive me if I have been celebrating without you. A whole year. Yes, I have a question for you. How long have you known of my, well, former allegiance? Oh, you mean the assassins? I knew that ages ago, Shay. I may be drunk, but I'm not blind. Or did you think I would assume you had escaped from some homicidal circus? Why didn't you say anything? Várjunk egy pillanatot, azonnal folytathatjátok a diskurzust. Jó. The Colonel wanted us to avoid the subject so it wouldn't, you know, influence your decision making. You saved my life out of pure selfless instinct and helped countless others besides. If it were up to me, I would have made you an official Templar months ago. Who is it up to then? Monroe mentioned a Grand Master. Oh yes, the Grand Master of a colonial rite. You'd like him, Shay. His father was an assassin. Oh. Really? He must have a story to tell. What is the news from Fort William Henry? The garrison is surrounded. Reinforcements are late. General Montcalm has been blazing a path across the colonies for King Louis, hasn't he? Jézusom, de köd van. I rather wish he'd stayed home with his mistress. His or King Louis's? Either. Though I suspect the King's is finer. Indeed. Madame O'Murphy is supposed to be quite the charm. And O'Murphy is in the French King's bed. Now I know you're coming, my man. Jó, és akkor elvileg most abba hagyták a beszélgetést, és mostan pedig az jön, hogy gyors utazás. Yeah! Azért elég érdekes sztorikat kaptunk innen. Meg kellene fordulnunk. Hoppá, hoppá! Kaptunk egy hullámot is. Erősítés gyanánt, folyóvölgybe megyünk. Yeah. És akkor meglátjuk, mi lesz a teendőnk. Lehet, hogy már ez előtti részben is benne volt, de mindegy. Minden esetre megkaptuk ezt a kis beszélgetést, Foszlányt, és tudjuk, hogy Monroe ezredes bajban van. És hogy egy nagymesterről van szó, akinek az apja is ez a szín volt. Én már nagyjából sejtem, hogy kiről van szó. Tudunk gyors utazni? Hol lenne a legközelebb? Talán innen. Lövünk egy gyors utazást, ismét. Mert a gyors utazás az sose rossz. És hát reméljük meg lesz. Ja, értem. Mindent értek. Nem ez, másik irányban van a kormány. Jó. És akkor most ide kellene mennünk. Szóval kanyar. Illetve a hajón nincs rükkverc, szóval 360 helyett csak 180 fokos fordulat. És akkor most teljes gőzzel, széllel, akármivel előre. És meglátjuk, mit kell tennünk Monroe ezredes érdekében, ugye most éppen valami alatt van. Közben így gyűjtögetünk különböző csomagokat, azt már nem tudom felvenni, vagy igen. Yeah, kaptunk követ. Közben a többi hajós meg azt hiszi, hogy részeg vagyok, de amúgy nem. Vicces dolog ez, vicces. Lássuk, lassan oda is érünk.
Le tudunk parkolni? Le tudunk parkolni. Nagyon jó. We're heading hard for land. Briefing on tops. Drop anchor. Oh, parkol. Jó, nagyon jó. Ki tudok ugrani? Nem, csak a vízbe. Banyek! Oké. Itt fönt van. Mi az a... az... Hello, teki... Jaj, hűség és besület. Hajjaj, rossz dat sejtek, küldetés indítása. Ő az a... Hú, nem tudom, hogy hívják. You are a sight for sore eyes. Jack? Colonel Monroe surrendered to General Montcalm. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Montcalm. The colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Wait here in case Johnson arrives. I'll protect the colonel. Thank you. I can finally repay my debt to him. Lássuk, mi a teendőnk. Ne sérüljünk meg. Merre tudok menni még? Meg vagy. Gyorsan kifosztalak. Meg vagy. Téged is. Jó. Kövény ott fent lesz. Bingo. Megvagy. Következő arra lesz, valamerre. Ott van. Következő delikvensünk erre. Meg is van. Talán itt a két bakör között át tudok menni. Die! You gonna die! És itt most fel kéne mennünk, igaz? Ott is van egy emberkénk. Ha itt nem tudok felmenni, nagyon jó. Tehát nem fosztjuk ki már, hát minek. Ott van Monroe. Good work.
That's the last of them. Okay. Master Cormac. Sir, we must hurry. We should bring what's left of your men to the Morrigan. A welcome offer, Captain Cormac. Follow me. Safe passage is ahead. Hello, hova lettél? So if you don't mind me asking, what happened at Fort William Henry? Poor planning and poor luck, I'm afraid. Montcalm was able to bombard us for days. Damn frog. Actually, he acted with great honor. When we sent for Parley, he returned an offer far more generous than anticipated. We kept our arms, and more importantly, our colors. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? No. Why wouldn't you continue to prove your loyalty to the Templars, Master Cormac? Risking your life for me. We're not out of the woods yet, Colonel. As for my loyalty, well, I do owe you, don't I? You saved my life. Gave me a second chance. We have been working together for a year now. During that time, you have rendered many great services. Whatever debt you imagine you have towards me is paid, wouldn't you say? Perhaps. Oké, okay, mi történik? Jaj! Ó, itt van Kaszaga Véza, vagy Váza. Attack! Take cover! The hour rings for your death! Keep together, men! I'll take out as many as I can. Ay, ay. Gyerünk. Jó. Még hányan vagytok? Keep your men moving. I'll scout ahead and signal if there's trouble. A sensible strategy. Oké, okay, Kaszaga Váza után kell menni. Kaszaga Váza. Gyorsan szinkronizálok egyet, de meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy mondjuk ezzel elkéstem. Most tudom, mi a küldetésem. Egy. Gondolom igyekeznem kell egy kicsit. Hoppá! Az ott egy pöppet így leesett. Elvileg, ha én őt most... Így. Csumi.
föl tudok mászni. Please, mász! Csumi. Amúgy van mellékküldetés része? Öld meg a mesterlövészeket, csak ennyi. Csumi. Jaj, nem jó. Hajime! Majdnem összejött a dolog. Jó. És most ide le kéne jönnöm? Hoppá. Segawasa will not relent. Segawasa. You know this man, Mr. Cormac. Aye, Colonel. He is one of Achilles' men. An assassin. As I was. So they know I am a Templar. And now this assassin knows you. And work with Templars. I'm no fool, Colonel. The assassins will come after me next. We're both targets now. You know that's a trap, right? Indeed, Master Cormac. We have little choice. We survived French cannons, we will survive this. I have as clear a shot as I can get. Sima. This way. Headshot. Come, follow me. From the shadows I see. Oh. Te mocsok. Úristen. Ah, odaértem. Loose the sails. You heard the captain, men. Let's get out of here. Move, move. Chey. Epic. Eltalálta valami gáz. I owe you my life, Master Cormac. As do I, Colonel. We have much to discuss. However, I must tend to my troops. Sir, I will accompany you to Johnson's trading post at Onokwaga. Then I shall depart at once. Master Cormac, meet me there. Hmm. Na szóval, hűség és becsület, ne sérjünk meg, maradjunk észrevétlenek. Nem jött össze, de azért egy nagyon tetsziket megkap, mert hát eléggé más volt ez az összes többi Assassin's Creed-hez képest ez a küldetés. Lássuk, mi van még hátra. Fölküldetés, igaz? Ott. Kard és páncél. Na már most 19 percnél járunk. Jó, tény és való, de most... Amondó vagyok. Kicsit fedezzük fel itt a dolgokat. Ugyanis eléggé el vagyunk ezzel maradva, sajnos. És hát, a bankból ki kell vennünk a pénzünket. Aha. Oké, akkor gyorsan ezt itt. Kifosztom ezt a kis animus töredéket, és lehet, hogy visszamegyünk az előző szigetre. A rohadt fülhallgató. Szóval... Egyel följebb van. Vagy a másik fán. Hopp. Úgy. Láda, valamerre erre.
Yep, itt van. Ó. Oh. Igen, és akkor most be kell mennünk a kapitányi kabinba, hogy kivegyük a bankból a cuccokat. És akkor... jóság vagyon egy ideig, persze. Fejleszteni nem biztos, hogy kapaszkodjál már meg. Hú, tényleg, gyorsan elküldjük a flottánkat, hogy szerezzen nekünk bevételt egy keveset. Bank. Le Bank. 1800 font. Gazdagok leszünk. Flotta elérése. Lássuk. A tengeri hadjárat. Ó. Spanyol kalandos isak. Jó. Ó. Itt fontért tudjuk meg javítani a hajónkat. Ugye a Black Flagben eddig ezekért a drága kövekért tudtuk megjavítani a csóri kis hajóinkat, amik ugye megrongálódtak a csata során, és hát ez sokkal, de sokkal jobb, hogy végre nem ilyen drága kövek fejében tudjuk csak megjavítani csóri kis hajóinkat, hanem hát font, vagyis rendes fizetőeszköz fejében is. Tényes való, hogy ezzel megcsappan a kis készletünk, de járulékos veszteségként tudjuk elkönyvelni, szerintem legalábbis, és legalább több pénzünk is lesz. Ez a győzelmet arattam. Ó, és kaptam még egy hordót. Oké. Okay. Ötven perc, mire elérhetővé válik. Jó. Akkor ezzel most megvagyunk. Na, van 8000 fontunk. Ez már is jobban hangzik. És akkor lássuk. Még egy közeli szigetet maximum megpróbálok. Hát nem pont erre gondoltam. Legyen ez, előbb itt voltunk, ugye? Ez az a sziget. Ahonnan elkísértük a ezredest. Itt volt egy vagy két láda, azt gyorsan összeszedjük. Meg volt egy animus töredék talán. Az még talán ebbe a videóban egy vihar gyorsan bele fog férni. Ez mi ez? Hajó hívása. Aha. Szóval ha én itt ragadok, akkor ezzel tudom hívni a hajómat. Vágom. Elvileg. Aztán ki tudja, mennyire fog működni. Leláda. Ez nincs is olyan messze. Kicsit gyarapítjuk a bevételünket. Aha, ez itt lesz fönt valahol. Erre. Csak ugye eddig a asszaszinokkal töröltem, és nem igazán tudtam, hogy alapból ezután a kanyar után szinkronizáltuk a kilátópontunkat, ezért nem is láttam a ládát. Ugye csak akkor szokott feloldódni, ha a kilátópontot szinkronizálunk, vagy a közelében járunk az adott tárgynak. Nem is baj. Ez mi ez? Vadász kihívások. Jó, vadász kihívás most nagyon nem nagyon érdekel minket. Ott van még egy láda. Ó! Nyúl! Nyulat kell nyúznunk. Mindig elfelejtem, hogy a jobb egergombbal kell kijelölni a dolgokat. Nyulat kell nyúznunk, ugyanis életerő növelőt kell fabrikálnunk. Jelenleg összvisz 4 életségünk van, ami valljuk be, nem sok, hanem kevés. És nem ártana kicsit feltuningolni Shade
se. Meglátjuk, mit tudunk belőle kihozni. Azt még mindenképpen ebben a részben egy 2-3 nyulat meg kéne nyúzni. Értem én, hogy állatvédelem, meg minden, nyugalom, nem élő állatok, programozott állatok. Lehet, hogy nem is nagyon hasonlít a nyúlra. Ez az, fejlesztés elérhető. Itt vannak a nyulak valamerre. Arra. Hoppá. Ebben miért nem tudott normálisan beleugrani? Na mindegy. Te tudod, Shay? Nyusz, 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 nyusz. Nem találtam el. Mindenesetre egy megvan. Nyúl? Ki a következő, aki kinyúl? Talán erre jön, és akkor el tudom kapni. Nagyon remélem. Hajime! Bingo! Következő páciensünk. Legalább 4-5-öt össze kéne szedni. Hajime! Banyák! Szép volt, Shay. Ah, ez az. Négy. Na, még egyet megpróbálok összeszedni. Aztán befejeztem itt a nyuszik kínzását is. Nincs több jelentkező? Akkor jó. Akkor ezzel is megvolnánk. És akkor... gyorsan visszautazunk ide. Még ez a sziget benne lesz, nem ebbe a videóba szerintem. Oda átugrunk. Meg oda is, és arra van valamerre a... még egy animus töredék. Nem ott, ott. Persze, hogy a másik sziklán. Onnan nem tudtam volna átugrani. Na mindegy. Nem, arrébb van. Jó. Megnyugodtam. Így föl tudok mászni valahol. Jep. Lássuk csak. Illetve van itt valahol egy hivatalos levél talán? Annak volt a szimbóluma ott? Vagy ha nem is levél valamilyen, de mintha az levél lett volna, templomos levél. Az itt van valahol a parton. Háborús levél, igen. Jól emlékeztem. Arra vannak. Jól van, és akkor ez is megvan. És akkor szerintem itt lenne vége ennek a résznek, remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és a következő részben a főküldetéssel folytatjuk, és ott találkozunk, remélem várjátok. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót,
Sziasztok! Sick bubble girl.